pódiumon professzor Pongrácz Judit, biotechnológus. Köszöntöm Önöket! 30 éve vagyok immunológus, ebből legalább 25 éve foglalkozom szövettenyészetekkel. Ezeknek mind az elkészítése, mind pedig a felhasználása nagyon izgalmas terület. Háromdimenziós szövegnyomtatással foglalkozom, de ezen belül is a tüdőráknak a kutatásával. Pongrácz Judit professzorasszony jelenlegi életének ez röviden a központi témája. A Pécsi Egyetem gyógyszerészi biotechnológiai tanszék vezetője, egyetemi tanár tudatosan készült erre a pályára. Ez egy ilyen elcsépelt mondat, hogy már kisgyermekkorom óta ez érdekelt, de valójában ez igaz. Mindig ilyen biokémiai, molekuláris folyamatok érdekeltek, és hát ez valójában azt is megszabta, hogy miért mentem biológia-kémia szakra a Debreceni Egyetemre először. Úgy éreztem akkor, hogy ez a tanulási folyamat fogja megadni az alapozást ahhoz, amit én az életben csinálni szeretnék. A kutatás pedig mindig is érdekelte. Az érdeklődés az, mondhatom, hogy szimplán jött, mivel hogy a molekuláris területtel a családon belül nem foglalkozott senki. Viszont nagyapám, édesapám orvosok voltak, illetve az édesapám mindig az, és a lányom is annak készül. De hát úgy valahogy az orvosi alkalmazása a szövettenyészeteknek, illetve a különféle betegségek vizsgálata, az mondhatnám, hogy azért a levegőben volt a gyerekkoromban is. Judit Debrecenbe járt egyetemre, biológia-kémia szakon végzett. Ahogy végül is elvégeztem az egyetemet, utána az immunológiával kezdtem el foglalkozni, és abból doktoráltam, és akkor utána kerültem ki Angliába 15 évre. Különféle irányú érdeklődési területeket is megnyitott számomra a molekuláris vizsgálatok terén. Az Angliába kerülésem az egy, mondhatnám, véletlennek is köszönhető. Volt egy konferencia, amire még éppen, hogy végzős doktorandusként jutottam el. Ott megismerkedtem egy angliai professzorral, akit ismert az én témavezető professzorom is, és akkor mondták, hogy hát egy év azért biztos jobb tenne nekem Angliában. Az egy évből pedig lett még egy. Majd Judit férje is Angliában kezdett dolgozni. Így maradtak még. Lányuk is itt született. 15 év után költöztek vissza Magyarországra. A mai előadásban háromdimenziós szövettenyészetekről fogok beszélni, amelyeknek minden porcikája él. A Pécsi Tudományegyetemen dr. Pongrácz Judit professzor vezetésével kezdték el Magyarországon elsőként a 3D-s emberi szövetnyomtatást. A személyre szabott szövettenyészetek segítségével jobban megismerhetnek, és így könnyebben is gyógyíthatnak betegségeket. Ezzel a szövetnyomtatási technikával tudjuk úgy reprodukálni a szövetekben, a tüdőszövetben végbe menő folyamatokat, ahol ténylegesen a betegségnek a kialakulását, illetve a gyógyszer hatásokat tudjuk vizsgálni. A mesterséges tüdőszövet modell a környezeti veszélyek, így a légszennyezés hatásának elemzésében is segítséget nyújthat. Az új háromdimenziós modell az egész világon átütő kutatási eredménynek számít a biotechnológiában. Segítségével a többi között gyógyszerható anyagokat lehet majd vizsgálni. Itt mindenféle génexpressziós vizsgálatot végzünk, itt készítünk különféle metszeteket az általunk készített háromdimenziós szövetekből. A génexpressziós vizsgálatok mellett a fehérje megjelenését vizsgáljuk a sejtfelszíneken. Tehát itt azonosítjuk be azokat a változásokat, amik végbe mennek a kettődimenzióból a háromdimenziós létbe történő átalakítás során. A kutatás, publikálás mellett rengeteget utazik, sok konferenciára jár a világ minden tájára. De nem csak konferenciákon tart előadásokat.
Marosvásárhelyre járok tanítani, Csíkszeredával van kutatási kapcsolatom, az Eszéki és Strossmayer Egyetemmel is úgy oktatási, mint kutatási kapcsolatom. Az oktatás az egy nagyon nagy részét teszi ki a napjaimnak. Nem csak gyógyszerész és orvostan hallgatókat, hanem mesterhallgatókat is oktatunk. Biokémikusként írta a diplomamunkáját, és immunológusként folytatta. Az immunológia és az immunológiával kapcsolatos betegségek, és hát mostanában leginkább az öregedéssel kapcsolatos szöveti változások, ezek nagyon érdekesek, és hát nyilván nem csak engem érdekel, hanem ez egy nagyon, mondhatnám azt is, hogy trend most a kutatásban, hát nem véletlen ugye az öregedő társadalmak kiváltották ezt a fajta érdeklődést is. És hát nyilván az öregkorban egyre több a betegség, és ez nagyon szorosan kapcsolódik ezekhez a kutatási területekhez. Biotechnológusként pedig arra törekszik, hogy a kutatásainak társadalmi haszna legyen. Pongrácz Judit munkásságát számos kitüntetéssel és díjjal jutalmazták. A legbüszkébb... Ez egy nehéz kérdés. Nem tudom, hogy több mindenre is büszke vagyok. Büszke vagyok arra, hogy sikerült olyan szövettenyészetet előállítani, amivel gyakorlatilag modellezni tudjuk a tüdőben zajló folyamatokat és a tüdőbetegségeit. Ez számunkra azért is fontos, mivel hogy ezért tudunk előre lépni a kutatási területeken, és mérni tudjuk a molekuláris változásoknak a szemmel és funkcióban is látható folyamatait. De erre például nagyon büszke vagyok. A pódiumon a biotechnológus Pongrácz Judit professzorasszony. Ami első kérdésként fel szokott merülni, az általában az, hogy miért háromdimenziós szövettenyészetekkel foglalkozunk. Ha csak megnézzük az első ábrát, akkor jól látjuk, hogy a kettődimenziós szövettenyészetekben nagyon gyakran a sejteknek a legközelebbi szomszédjuk egy műanyag. Nyilvánvaló, hogy ezek a sejtek nem úgy fognak viselkedni, mint a szervezetünkben, egy-egy szervünkben, ahol az összes szomszédjuk gyakorlatilag egy másik sejt. Ezt szeretnénk egy petri csészében reprodukálni, azért nincsen olyan nagyon könnyű dolgunk. Mindenféleképpen ezeknek a sejteknek biztosítanunk kell a szomszédságot, a megfelelő másik sejtet, amik hatnak az előtte lévő környezetben lévő sejtekkel. Tehát a mikrokörnyezetet nekünk biztosítanunk kell a szövetek számára. Mire lehet ezeket a szöveteket felhasználni? Tehát a felhasználásunk az gyakorlatilag, mint ahogy látják is, akár kutatási jelleggel, akkor nem kell nagyon nagy szöveteket készítenünk, avagy gyógyszerfejlesztési jelleggel, gyógyszertesztelési jelleggel felhasználhatóak, illetve a mostanában fejlesztés alatt álló különféle emberi szöveteket is tudunk készíteni. Tehát porcot, csontot, akár ereket is képesek vagyunk nyomtatni, háromdimenziós szövettenyészetekben elkészíteni. A jövőben azonban a reményeink szerint komplex szövettenyészeteket tudunk készíteni, amelyekben akár transzplantációra is alkalmas szerveket, akár szívet, akár tüdőt is készíthetünk a betegek számára. Ez alatt a tenyészetek alatt nyilvánvalóan nem csak azt értjük, hogy a háromdimenziós szövettenyészet kizárólag erre alkalmas. Például, hogyha a tumorból veszünk mintát egy beteg esetében, és ezekből a tumorokból mi pici tumorokat készítünk a patológus instrukciói alapján, hogy ez milyen daganatra vonatkozik, akkor el tudjuk azt képzelni, hogy valójában itt is készíthetünk háromdimenziós szöveteket, ahol a daganatsejtek szomszédságát tartjuk meg, a daganatsejtek mikrokörnyezetét, melynek következtében képesek leszünk egy mesterséges szöveti aggregátum elkészítésére, ami valójában maga a tumor sejtből áll, és éppen ezért a gyógyszerekre is hasonlóképpen fog reagálni, mint az emberi szervezetben, tehát előre meg tudhatjuk mondani azt, hogy a beteg számára melyek lesznek azok a kemoterápiás szerek, amelyekre leginkább reagálni fog.
Ez nyilvánvalóan a leghatékonyabb terápiának a kiválasztását nagy mértékben elősegítheti, és nagy támogatást nyújt az orvosnak, ugyanúgy, mint a beteg számára. Tehát ez az egyik felhasználási lehetősége a háromdimenziós szöveteknek. Miért is érdekes az, hogy mennyi sejtre van szükségünk? Tehát háromdimenziós szövet ez is, amikor egy biopsziából készítünk háromdimenziós agregátumot, de hát mondjuk egy egész szív elkészítéséhez ennél sokkal, de sokkal több sejtre van szükségünk. Ahhoz, hogy ezt lássuk, csak példával szeretnék élni, tehát ahhoz, hogy egy kutatáshoz, avagy egy biológiai teszthez szükséges agregátum elkészítéséhez körülbelül 1000 sejt kell, addig az egész szív elkészítéséhez körülbelül 37 billió sejtre van szükségünk. Tehát ez egy nagyon nagy szám, hiszen ezeket a sejteket fent kell tartani, ezeket a sejteket életben kell tartani, addig, amíg a szövet elkészítésére nem kerül sor. Honnan szerezhetünk ilyen sejteket? Hát sajnos zsírszövete azért az emberek zömének több, mint elég van, és éppen ezért például a zsírszövet lehet egy kiváló forrása az őssejteknek, amelyekből ezeket a szerveket el tudjuk készíteni. Zsírleszívásról már gondolom mindenki hallott, és a zsírleszíváskor keletkező szöveti állomány, mosás, enzimatikus emésztés után eljuthatunk abba a stádiumba, hogy már semmi más nem marad, mint a sejtek, az őssejtek, a zsírszövetből származó őssejtek, amelyek kiváló forrásai a különféle szöveti elemeinknek, ebből lehet készíteni csontot, porcot, és például nagyon sokszor más szöveteknek az átalakulás után más szöveteknek az előállítására is kiválóan alkalmasak ezek az őssejtek. De hát kérdezhetik, hogyha a sejtjeink, amik a szerveinkben vannak, mind mások, más funkcióval rendelkeznek, másképp reagálnak a környezetükre. Az egyik sejt képes arra, hogy az oxigént és a széndioxidot tudja cserélni a szervezetünkben, a másik sejtünk képes arra, hogy hormonokat termeljen, a harmadik sejttípusunk képes arra, hogy a vesénkben kiválasztást végezzen, akkor hogy lehet az, hogy egyetlen típusú őssejtből mi ezt mind elő tudjuk állítani? Most erre szeretnék hozni egy egyszerű példát, hogy ez valójában tényleg csak a biológiai rendszerekre jellemző. Tehát másfajta a környezetünkben lévő élettelen tárgyak erre abszolút nem képesek. Csak hogy kellőképpen láthassam a különbséget az élő és az élettelen tárgyak között, fel szeretném hívni a figyelmet a háta mögött lévő szegecselt fémlemezekre, amelyeket, hogyha 10 évig, 100 évig, 1000 évig hagyunk így egymás mellé szegecselve, akkor sem fogunk látni rajtuk mást, mint legfeljebb rozsdát. A következő ábrán ugye láthatjuk, hogy mindenféle mintázat is megjelenik ezeken a fémlemezeken, viszont ez maguktól nem fog bekövetkezni, tehát hogyha akármennyi éven keresztül is egymás mellé szegecselt lemezeket tartunk, ezek nem fognak megváltozni. Semmiféle mintázat nem fog megjelenni rajtuk. Azonban, hogyha még tovább hagyjuk őket, akkor sem fogunk látni semmiféle, se fogaskereket, se csapágyat, ezekből a fémlemezekből nem fognak keletkezni. Sőt, még egy egész autót sem fogunk tudni előállítani, csak azáltal, hogy mondjuk 10 000 évig szegecselt lemezeket hagyunk egymás mellett. Ez nagy mértékben ellent mond annak, amit valójában az élő szervezetben látunk, hiszen az élő szervezet képes az autót előállítani. És ez az autó lehet akár egy vese, lehet a tüdő, vagy egy szív. Mert erre képesek a sejtjeink. Ennek az az oka, hogy az egyik sejt nagyon közvetlenül hat a másik sejtre. Ezek a sejtek nem csak azáltal hatnak egymásra, hogy különféle sejtfelszíni fehérjéken keresztül kapcsolódnak egymáshoz, hanem azáltal is, hogy termelnek különféle fehérjéket, peptideket, amelyek képesek a tőlük már messzebb lévő sejtekhez is kapcsolódni, messzebb lévő sejteken különféle változásokat elindítani, a sejtek mozgását,
differenciálódását, funkcióját szabályozni. Ezek a sejtek közötti együtthatás és egymásra hatás nagy mértékben kihat arra, hogy mi lesz a következő, amelyre ezek a sejtek képesek lesznek, akár mint egy szerv. Csak hogy mutassak néhány ilyen változást, ami bekövetkezik, ez történetesen tüdő sejtekről lesz szó. Itt legalább három sejtípussal kísérletezünk a laboratóriumunkban, és az egyik sejtípus például ez egy epitéliális sejt, és hogyha ott nézik a másik ábrán, ott látszik a zölddel jelölt, az a sejtváza maga, illetve a piros az a sejtmag. A következő sejtípus esetében sincsen túlzottan nagy különbség a kettő között, és hogyha a harmadik sejtípust hozzáadjuk, akkor is körülbelül ugyanazt látjuk, kifeszített sejtvázat. Semmi mást, hiszen erre képesek a műanyagon növő sejtek. Ha azonban készítünk ezekből a szövetek, sejtekből egy szövetet, akármilyen kisméretű szövetkét is készítünk, tehát akkora is lehet, mint egy gombos tűfej, vagy még annál is kisebb, akkor már teljesen más lesz ez a sejtváz, amit itt láthatnak a hátam mögött, az emberi tüdővel összehasonlítva. Hiszen, hogyha ezt hasonlítjuk össze, ezt a pici szövetkének a sejtváz felépítését az emberi tüdőjével, azt láthatjuk, hogy ez hasonlít igazán az emberi tüdőre, és nem pedig azok a kifeszített vázelemek, amelyeket a műanyagon növő sejteknél láttunk. Valójában nagyon sok sejtnek és szövetnek szüksége van arra, hogy megfelelő formát adjunk neki. De a tüdőnknek megvan a helye a mellkasunkban, a vesénknek is megvan a formája, ami erre készíteni kell. Ehhez viszont kizárólag szövetnyomtatással tudunk a megfelelő méretben olyan vázat alkotni, ami szükséges ezeknek a szöveteknek a növekedéséhez, és a végén pedig a megfelelő funkciónak az eléréséhez, hiszen a szerveinknek a funkcióját támogatja maga a formája is. Itt látható különféle szövetnyomtatók, ezek a laboratóriumunkban, illetve más kutató társainknak a laboratóriumában található szövetnyomtatók, amelyekből elkészíthetjük a különféle szerveinknek a vázelemeit. Ezek a vázak, viszont úgy terveztük ezeket a vázakat, hogy ezeket valamilyen módon végül a szervezetünk lebontja. Ezek a vázak azért is jók, mivel hogy a szervezetünket semmilyen szinten nem bántja. Ezekkel a szerveinkkel nem interferál, a működésüket nem gátolja, és ezeket a szerveinket később úgy tudjuk elképzelni, mintha a saját, teljes mértékben kizárólag a saját szervezetünk állította volna elő, ugyanazokat a fehérjéket fogják tartalmazni, és ugyanúgy, ugyanazzal a funkcióval képesek majd működni, mint ahogy azt a normális módon a fejlődésünk során kialakult szervek teszik. Viszont ezeket a háromdimenziós szöveteket táplálni kell. Hogyha elgondolják, eddig sok mindenről beszéltem, erekről nem. És hát ezeket a szerveinket, amíg fejlesztjük őket, amíg ezenben a mesterséges környezetben fejlesztjük őket, ezek a szerveknek is minden sejtje éhes. Minden sejtje levegőt akar venni, és hogyha ezt nem biztosítjuk számukra, akkor ezek a szervek el fognak pusztulni. Így a háromdimenziós szöveteknek a belsejét, hogyha elképzeljük, és azt hagyjuk egy tápfolyadékban ülni órákon, napokon, vagy akár heteken keresztül, akkor annak a szövetnek a belseje egész egyszerűen el fog pusztulni. Nem jut hozzá a sejt, a benne lévő sejtekhez a tápanyag, nem jut el az oxigén ilyen távolságra már. Összehasonlítva ezzel, nyilvánvalóan sokkal egyszerűbb lenne, hogyha kettő dimenzióban növesztenénk a sejteket, de hát azt már mondtam, hogy ez nem lehetséges, hiszen a szöveteink azok nem ilyen környezetben, szöveti mikrokörnyezetben képesek funkcióra, és éppen ezért hiába is tudjuk azt, hogy egy ilyen nagyon vékony sejtréteget könnyű etetni és könnyű oxigénnel ellátni, a szerveink számára ez nem elegendő. Mit tudunk tenni ebben az esetben?
A méreteknek a növeléséhez éppen ezért bioreaktorokat használunk. Ezek a bioreaktorok azok, amelyek biztosítják különféle módozatokon a szöveteknek a növekedését és a tápanyaghoz, oxigénhez való jutását. Ugyanez a bioreaktor típusok közül többfajta ismeretes. A kisméretű szövetkék nőnek a forgatóbioreaktorban is. Ezek miért is találhatók ezek a forgatóbioreaktorok például ezekben a bioreaktor típusok között? Azért is, mert ezek a legkisebb hatást gyakorolják a szövetre magára, és nem szakítják le a mozgás miatt a sejtfelszíni rétegeket az elkészülő szövetkékről. Vannak más típusú szövetreaktorok is, bioreaktorok keverő típusúak, ezeknél általában a veszély fennáll, hogy a felső réteg megsérülhet, illetve vannak olyan bioreaktorok, amelyek képesek arra, amire nagyon nagy mértékben szükség van, hogyha csontot vagy porcot akarunk elkészíteni, hiszen a csontjaink és a porcaink a nyomást is képesek kell, hogy kiállják, hiszen akkor tudunk lábra állni, illetve akkor tudjuk használni ezeket a szöveteket. Amikor még igazán nagy méretű szövettenyészetekről van szó, akkor viszont komputer irányította különféle méréseket végző, folyamatosan oxigénszintet és a pH-t mérő bioreaktorokkal foglalkozunk, és ezek azok a műszerek, amelyek képesek fenntartani nagyon komplex szöveteket, akár egész szerveknek előállítására is alkalmasak. És ahogy már említettem, az érhálózat az egy nagyon fontos eleme annak, hogy képesek legyünk a szöveteket beültetni az emberi felhasználásra. Hogyha itt jobban végig gondoljuk, akkor itt nem csak az érhálózatnak a felhasználása arra, hogy eljusson a tápanyag és az oxigén a szerveknek a belsejébe, hanem ha csak elgondolkoznak azon, hogy egy transzplantáció hogyan néz ki. A nagyereket össze kell kötni a szervezetben lévő erekkel. Tehát ahhoz, hogy ilyet el tudjunk indítani, ahhoz, hogy egy ilyen szervet be tudjunk ültetni a betegbe, ahhoz nekünk olyan ereket kell készítenünk, amelyek alkalmasak erre a funkcióra is, tehát a sebész tudjon dolgozni az általunk készített szövettel. Ilyen kísérletek folynak a laboratóriumunkban, ahol képesek vagyunk stimulálni az ereknek a kialakulását, és az erek kialakulásában már elértünk olyan eredményeket, amelyek mutatják, hogy a második ábrán látszik, az erek kisereknek a képződését is a szövettenyészeten belül. Viszont ennél nagyobb erekre van szükségünk ahhoz, hogy a sebész be tudja varni gyakorlatilag a transzplantált szövetet a szervezetbe, és ehhez viszont egy nagyobb ér kialakításához a bionyomtató segítségét hívtuk a laboratóriumba, hogy képesek legyünk ezeket a nagyobb ereket is elkészíteni, és erről hoztam egy kis videót, amelyben szeretném megmutatni, hogy mi történik a laboratóriumban, amikor a nagyobb ereknek a mintáját, tehát a kört nyomtatjuk, amire ráültetjük az érképződéshez szükséges sejteket. Gyakorlatilag ez egy átlátszó gél, amiben a sejtek úgy ráülhetnek, illetve a sejteket is foghatjuk és belekeverhetjük ebbe a gélbe, hiszen ez nem interferál a sejtek életével, és utána a tápfolyadékban tudjuk növeszteni ezeket a szöveteket addig, amíg készen állnak a teljes megmérettetésre, tehát képesek lesznek arra, hogy a vér, vagy hát jelen esetben ugye kísérleti körülmények között a tápfolyadék tudjon áramolni bennük. Tehát a mai napon a szövettenyészetekről beszéltem, azokról a szövettenyészetekről, amelyeket laboratóriumi körülmények között állítunk elő, de teljesen biológiai felhasználásra, úgy terápiás célzattal, az orvoslásban transzplantációs célra, illetve kutatási és gyógyszerfejlesztési célokra. Köszönöm a figyelmüket!
Mindenki Akadémiája ön előtt is nyitva áll. Várjuk előadók és nézők jelentkezését is. Holnap Pirger Zsolt, neurobiológus érkezik a színpadra, és előadásából megtudhatjuk, hogy az emberi eredetű kémiai szennyezéseknek milyen élettani hatásai vannak élővizeinkre.